Portugália 126 millió eurós katonai segéllyel támogatja Ukrajnát 2024-ben. A csomagot Luis Montenegro miniszterelnök jelentette be, aki Lisszabonban fogadta az európai körúton lévő Volodymyr Zelenszkij ukrán államfőt. A támogatás egy részét bilaterális alapon nyújtja majd Portugália, a többit pedig a közös Európai Uniós és NATO-s segélyprogramok keretében. Montenegro arra is ígéretet tett, hogy folytatják az ukrán pilóták kiképzését az F-16-os vadászgépek használatára. Portugália az átfogó háború 2 évvel ezelőtti kezdete óta már több mint 1000 tonnányi katonai felszerelést szállított Ukrajnának. Zelenszkij Ukrajna őszinte barátjának és partnerének nevezte Portugáliát, és több együttműködési megállapodást is aláírta a portugál miniszterelnökkel.